Hello mindenki! Át a célvonalon, most nem podcastelni fogunk, hanem egy kütyűt szeretnénk nektek bemutatni. A héten rendeltem a bringámhoz. Ez nem más, mint a Metronnak a triatlonos kulacsrendszere. Ezt fogjuk kicsomagolni és felszerelni a bringámra. Nézzük is, hogy mi van a dobozban. A doboz egy ilyen matt fekete és matt arany feliratozású doboz, szerintem igényes. A V betű az ilyen fényes fekete. Nézzük is, hogy mi van a belsejében. Van egy ilyen kis szerelési füzetecske. Oh, very nice. Van maga a kulacs. Kis tartófülek, ezzel tudod az időfutam kormányra felszerelni, és tépőzáros a rögzítője. Ez jó pofa, mert így legalább mindenféle kormányra fel tudod tenni. Jó, ott tudod beletölteni a motyót. Itt egy gumikupak zárja, gondolom hermetikusan, és a szípka, ami egy ilyen puha gumikis csöcs, avval tudod kiinni belőle a kulacs tartalmát. Jó pofa, hogy van ilyen kis ricnizés itt benne, és ezáltal megáll a szívóka része ott, ahova beállítottad. Jó. Nagyon igényes. Ez is ilyen mattított fekete az egész kulacs. Nézzük, mi van még benne. Van egy ilyen óratartó adapter, ezt majd mindjárt fel fogjuk szerelni a kulacsrendszerre. Jó, nem kell. Van egy ilyen kis tartó, ezt mindjárt megmutatom, hogy hova lehet felrakni. És van még egy kis zacskó, meg néhány csavarka. Nézzük, hogy hogyan tudjuk összeszerelni. Azt mondja, ezt föntről lefele rá tudjuk pattintani. Erős határozott pattintással rápattan. Én úgy gondolom, hogy ez elég stabilan rajta van. Nem nyekereg, ezt nem fogod elhagyni. Jó. Akkor azt mondja, hogy kiszedod ezt a kis gumi rögzítőkét, és itt van rajta egy ilyen kis csavar. Amúgy már csalok, mert megnéztem a YouTube-on, hogy mi a pálya, és azt mondja, hogy ezt le tudod róla pattintani, így, tehát előre meghúzod, és lejön. Jó? Ha megnézzük, akkor ugye a két luk az stimmel, tehát a sima kupakról át kell majd szereljük az óratartós konzolra ezt a kis gumizárodobozt. Ezt egy egyszerű mozdulattal, lehet, hogy egy csavarhúzót nem ártott volna, ide készítsek. Igen, vagy valami fogót. Hát, most egy ilyen láncbontóval kibontottam, kihúzott belőle, átrakod a másikba. Itt van egy ilyen kis beakadó fül, és akkor oda szépen rányomod, és akkor már is benne van a gumászli. Jó. Ezt fölpattintod ide. Ugye itt az elején ott a kis beakadó fül, ami ide fog, ebbe a perembe fog belecsúszni. Tehát ha jól sejtem, akkor ez egy ilyen félig pattanós, félig rácsúszós dolog lesz. Na, tehát határozottabb erőre volt szükség. Belepattant. Itt van a kis gumika. Az komolyan határozottan belemegy. És ezzel a kis rögzítővel. Pedig lerögzítjük a végét. Jó,
Most majd ezt a kis tartókát, ami elméletileg egy Garmin tartó, ezt fogjuk fölapplikálni. Ugye ehhez van a két csavar, meg a két anya. Én azt nézem, hogy ez az elsőbe fog mindenképp belepattanni. Nem, belemegy a hátsóba is. Hát kinek melyik a szimpatikusabb? Nekem egy Garmin Edge 1000 van, az egy nagyobb óra. Szerintem jobban néz ki, hogyha ide rakjuk a hátsóba. Ezt majd mindjárt bele fogom kaverozni. Hát ide benyomkodtuk az anyákat, ide a két helyre. Egyiket már belekapottam. Most jön a másik. Éljen a Temu és barátai. Jó, így nézünk ki. Itt az óra. Amit persze természetesen meg kellett volna néznem, mert csoda ügyesen. Így szereltem be, úgyhogy most el kell fordítsam. Fel is szereltem. Szerintem meglehetősen jól néz ki. De hát ez mindenkinek, rábízom a saját ízlésére. Nekem tetszik. A három darab gumi, amit még adtak a csomagba, azt már is mutatom nektek, hogy hova tudjátok felszerelni, és hogy mi is a szerepe. Közben lefrissítette magát az óra. Tehát itt ide, ezekbe a kis nútokba bele tudod tenni, és akkor nem fognak kiesni a zseléi. Ez így jobban tetszik, így, és azt nézem, akkor mégis van hozzá egy pótgumi, hogyha esetleg elszakadna. Úgyhogy ide be tudod dobálni a kis sókat hátra, ide előre a zseléket, ide a kis innivalócskádat. Úgyhogy szerintem egy nagyon kafa kis tartó. Hogyha ki szeretnéd takarítani a kulacsot, akkor itt az elején vannak tépőzárak, amit hogyha lebontottál, kifűzöd, akkor magából a tartó szerkezetből, ebből az egészből ki tudod tolni a kulacsodat, és otthon rendesen el tudod mosni, szerintem így. Ennyi. A hétvégén volt időm próbálgatni. Hát ez egy elég negatív dolog. 30 lopi, és így lötyögött a komputer. Hát nem gyere be. Mindegy. Van itt van egy ilyen betétem. Egy másik tartóról, ezt fogom fölrakni rá. Remélem, avval jobb lesz a helyzet. Találtam a dobozomban egy ilyen gagyi kínait. Júj, nagyon jó. Sokkal stabilabb. Nem fog zörögni. Teljesen jó. Hogy ajánlom-e ezt a kütyüt? Igen, miért is ne? Hogyha szebbé, jobbá szeretnéd varázsolni a biciklidet, akkor mindenképpen ruházz be egy ilyenre. Az már csak mellékes, hogy 7 deciliternyi vizet is fogad, vagy izót, vagy bármit, amit akarsz. Úgyhogy hajrá, vegyetek ilyet. Szevasztok!